Szeretik a nyár második felét az ingatlanosok. A felvételi ponthatárok kihirdetését követően évről évre fiatalok tömegei kezdenek el kiadó lakást keresni. Igaz, a nyíregyház irodák nem feltétlenül érzik meg a rohamot, helyben ugyanis sok kollégiumi férőhely van, emellett sokan közvetlenül a tulajdonoshoz fordulnak, nahogy utóbbiak sem vesznek igénybe feltétlenül közvetítőt. A városban ráadásul kevés a kiadó ingatlan, igény pedig lenne rájuk. A 35 perc című műsorunkban nyilatkozó szakértő szerint, ha eljutunk a megállapodásig, fontos, hogy bérleti szerződésben rögzítsük a legfontosabb dolgokat. A kaució, hány havit kérnek el, ez általában két havi kaució, már a kezdet kezdetén, plusz az egy havi bérleti díjat. Tisztázni kell azt, hogy a kulcsátadáskor mi az, ami bent marad az ingatlanban, milyen bútorzat, mi az, ami, amit esetleg elvisz a tulajdonos, mire van egyáltalán szüksége a bérlőnek és mire nincs, mert esetleg neki van saját bútor, a gépe, bármilyen. Az órállásokat mindenképpen a kulcsátadás napján közösen le kell olvasni, fotózni, mert onnantól kezdve a rezsiköltség, a bérlőt terheli, és ebből ne legyen később bonyodalom. Azt is érdemes lepapírozni, hogy milyen átalakítások, felújítások megengedettek a lakáson, és melyek azok, amelyekhez szükséges a tulajdonos hozzájárulása. Mindezt aztán jó, ha közérdzői okiratba foglalhatjuk a későbbi problémák kezelése miatt a rezsi költségeket is tisztázni kell. Úgy ö, fizetik el a bérlők, hogy a tulajdonos nevére szól továbbra is minden ö, közüzemi számla, vagy pedig azt átiratják, és tehát ez, ez fontos, ezt is tisztázni kell, hogy milyen úton módon kerülnek ezek a költségek kifizetésre, hogy nehogy elmaradás legyen, hogyan tudja a tulajdonos leginkább nyomon követni azt, hogy minden számla ki van-e fizetve, hogy aztán ne... Ö, legyen ebből meglepetés, miután elment a bérlő, hogy hoppá, egy félhavi vagy egy fél évi ö, rezsiköltség az, az, ott van kifizetetlenül. Az ingatlan.com elemzése szerint júliusban a fővárosi kiadó lakásokért átlagosan 160 ezer forintot kértek. A 40 négyzetméternél kisebb garzonokért 140 ezer, a panel lakásokért pedig 125 ezer forintot. A Debreceni albérlet piacon közben júliusban 100 ezer forintnál járt az átlagos bérleti díj, a panellakások esetében 95 ezer, a garzonoknál pedig 80 ezer forintra rúgott. A nekünk nyilatkozó szakértő szerint a nyíregyházi árak ettől csupán legfeljebb pár tízezerre vannak lemaradva.